estét kívánok, kedves nézőink! Önök az Emplén Televízió Mecénás című kulturális magazinját látják. Tartsanak velünk ma este is! Elsőként egy érdekes tárlatra szeretném felhívni a figyelmüket. Esküvői fotókból nyílt kiállítás Sárospatakon a Művelődés Házában. Különlegességét az adja, hogy az elmúlt 50 évben készült fotókat sorakoztattak fel a szervezők az itt élő családok segítségével. Ennek köszönhetően nem csak az esküvői szokások, ruhák, kellékek változásait kísérhetik figyelemmel az érdeklődők, hanem mindez egyben társadalmi és kordokumentummá is összeállt. Voltak olyanok, akik nemrég házasodtak, és voltak olyanok is, akik már nagymamaként, illetve nagypapaként érkeztek a Sárospataki Művelődésháza kiállítására. Egy közös vonásuk van. Valamennyien ebben a városban kötöttek házasságot az elmúlt 50 évben. A közművelődési intézmény által életre hívott kiállítás célja az volt, hogy bemutassa a fél évszázad változásait divatban, szokásokban, és ezzel együtt egyfajta kordokumentumként is szolgáljon. Az intézmény szándéka az volt ezzel a kiállítással, hogy egyrészt a házasság hete alkalmából valami olyan eseményt szervezzünk, ami nem a egyházi megközelítést, hanem ennek a nagyon fontos témának a világi oldalát mutatja be, és az a része az ötletnek, hogy a város ebben az évben az újravárossá nyilvánítás 50. évfordulóját ünnepli, tényleg találkozik, hogy korszakokat, generációkat is tudunk megmutatni, hiszen minden település közösségének a legapróbb sejtje a család, ami a házassággal indul, így aztán 1968-tól egészen 2017-ig nyomon követhetünk néhány olyan sárospataki fiatal párt, aki ezen idő alatt kötött a városban házasságot. A változások nagyon jól nyomon követhetők, ez igaz a mennyasszonyi ruhára, a vőlegényi viseletekre, a mennyasszonyi csokorra, a kiegészítőkre, vagy akár a különböző fotótémákra. Azt mindenképpen elmondhatjuk, hogy Sárospatak egy nagyon fotogén város, hiszen ahogy a műtermi fotózás átalakult szabadtéri helyszíneken való fényképezésé. Nagyon sok szép olyan helye van a mi településünknek, ahol örömmel vannak jelen a fiatalok, és a nagy napnak a dokumentációját ott készítik el, és hát természetesen nagyon apró gonddal, ha vizsgáljuk a fényképeket, akkor akár a frizurák viselete, a kiegészítők viselete, tehát nagyon sok mindenről árulkodik. És azt hiszem, hogy ha ez a kiállítás még más formában bővül, akkor még több információt ad nekünk Sárospatak 60-as évekbeli életéről és napjainkról is. A fekete-fehér fotókat csak lassan vágták fel a színes fényképek, vagy az is nagyon érdekes, a gyűjtési időszakban jól láttuk, hogy melyek voltak azok a pillanatok, amelyekhez mesterfényképészt hívtak a fiatal párok, és mik azok a momentumok, amelyeket otthon esetleg a háztartásban már megtalálható fényképezőgép és az otthoni amatőr tudománnyal örökítettek meg. Hát nagyon érdekes, sok tekintetben nagyon érdekes. A fényképész is egyike azoknak, akik nem csak látták az elmúlt évtizedek változásait, hanem meg is élték több szempontból is. Körülbelül 25 éve nyitottam a fotoműteremet itt Sárospatakon. Az első időkben leginkább a fotoműtermekben volt divatos fotózkodni. Aztán az évek alatt ez változott, inkább már szerettek kimenni a természetbe a párok, és az ilyen spontánabb fotókat szerették, és az is változott, hogy régebben papír alapon kérték a fotókat, és egyre inkább most már a digitalizáció irányába megy el ez is, hogy digitális alapon, CD-n, DVD-n is szeretik megkapni a képeket. A kedves párok mennyire jönnek most már extra igényekkel? Hát az első időkben lehet mondani, hogy akkor teljesen a fotósra bízták, és igazából szinte nem is voltak különösebb igényeik, rám bízták, nagyon örültek azoknak a fotóknak, amiket kaptak. Az elmúlt években pedig egyre divatosabb lett különböző extrém helyszíneken, akár a búzatáblákba fotózkodni, vagy egy hegyoldalba, vagy egy romos kastélyba, egyre inkább ezek is divatba jönnek.
jönnek az ilyen jellegű fotók. Jó végignézni, hogy még ilyen régi fekete-fehér képek is vannak a falon, és ott lehet látni igazából, hogy abszolút beállítottak a fotók, és most már a mostani párok talán ezt egyre kevésbé viselik el, hogy a fotós oda menjen hozzá, és a fejét beállítsa, hanem inkább most már azt mondják, hogy ők a természetesebb beállításokat szeretik, tehát hogy maguktól beállnak esetleg. De azért én úgy gondolom, hogy most is irányítani kell a párokat, hogy, és a tanácsokat adni nekik azért, hogy hogy álljanak be, mert nem feltétlenül, amit ők gondolnak, az a fényképen jól mutat. A fekete-fehérre mindenki nosztalgiával gondol, és mindig fölröppennek a hírek, hogy újra divatba jön a fekete-fehér. Ez szerintem egy örök zöld dolog, a fekete-fehér fotó. A tárlat keretében köszöntötték azt a két házaspárt is, akik a kiállított képek alapján a legrégebb óta mondhatják magukat házastársaknak. Hát az elmúlt 50 év úgy elszaladt, úgy elröpült, hiszen az 50 év tele volt örömökkel, gondokkal, bajokkal, mint minden más embernek, de sok-sok szépséggel. Hát először is az, hogy családot alapítottunk, hogy a legfontosabb gyerekeink születtek, és megértük azt, hogy unokáink is vannak már. Nagyon szép volt. Én nem ide valósi születésű vagyok, és úgy kerültünk össze, hogy itt ismerkedtem meg a férjelölttel 67. szeptemberében a bátyám lakodalmába, és úgy kerültünk össze. Nagyon furcsa, ugye 1968 az a dátum, amivel kezdtük ezt a kiállítást, hiszen Sárospatak meg ugye ez a születésnapja, éppen ennek az 50. évfordulóját ünnepeljük ebben az évben. És valóban látszik az az ív, amit ugye 68-tól 2017-ig nyomon követhetünk ezeken a fotókon. Igen, érdekes látni az akkori ruhákat, az akkori divatot, az akkori csokrokat, a mostaniakkal összehasonlítani. Nagyon-nagyon színes képet mutat, és hát remélem gyakorlatilag egy kordokumentum erről a városról, erről az 50 évről. Egykori és jelenlegi anyakönyvvezetők is meghívást kaptak erre az eseményre. Én 1995-től 2013-ig működtem közre házasságkötéseknél anyakönyvvezetőként. Ez az én pályafutásomnak az egyik legszebb időszaka, mondhatom. Nagyon nagy izgalommal készültem, különösen az első években én is, de nagyon jó volt látni, hogy a fiatal pároknak, az életüknek egyik legnagyobb eseményén én részt vehettem, és tulajdonképpen hozzájárultam valamilyen szinten ahhoz, remélem legalábbis, hogy ez egy ilyen meghatározó és szép emlék számukra. Az, hogy hány párt eskedtem ez idő alatt, azt még nem volt lehetőségem megszámolni, de mindig tervezem. Biztos nagyon nagy szám jönne ki a végére, de nagyon jó leső érzés, hogyha találkozom a párokkal, vagy az egykori házasulandó párokkal, és megállítanak, beszélgetünk, elmondják, hogy hogy gyarapodott a család, úgyhogy egy nagyon jó ilyenkor velük beszélgetni és találkozni újra. Hát, hogy mi változott ez alatt az évek alatt? Olyan sok minden, talán a divat, az, hogy milyen mennyasszonyi ruhák kerültek évről évre divatba, azt azért láttam, de ami nem változott, hogy a párok ugyanolyan izgalommal, ugyanúgy meghatódva jöttek az anyakönyvvezető elé, és ez az, ami egyáltalán nem változott, hiszen mindenki nagyon készül erre a nagy napra. Talán a házasságkötések számában egy pici változás lehet, egy pici talán csökkent az évek alatt, de ez sem volt számottevő, azt gondolom. Volt olyan extrém eset, amikor ti, mint anyakönyvvezetők találkoztatok olyan kéréssel, ami talán egy kicsit fejtörést is okozott, nyilván jó értelemben? Igen, hát voltak érdekes kérdések, vagy kérések a házasságkötés helyszínét, meg időpontját illetően. Ezeket azért mi anyakönyvvezetők mindig igyekeztünk mederbe terelni, meg hát a jogszabályokat mindenképpen figyelembe véve. Igen, volt olyan kérés egy pár részéről, hogy ők valamikor évfélkor csattant el az első csók a Bodrog parton, és hogy ők akkor szeretnének ott kimondani a boldogító igen.
Hát ez sikerült nem éjféli időpontra, hanem egy szombat délutáni időpontra, és hát a helyszín az majdnem a Bodrog part volt, hiszen a várban, az Olasz Bástyánál történt meg az esküvő, úgyhogy igen, voltak érdekes, vagy hajón szerettek volna. De én azt tapasztaltam, hogy egyre rugalmasabban tudtunk mi is hozzáállni ezekhez a kérésekhez, hiszen ahogy változott a világ, mi is igyekeztünk alkalmazkodni. Nagyon örülök annak, hogy a kiállítás megvalósulhatott, és hogy tényleg ilyen sokan küldtek be fotókat. Jellemző, azt gondolom, hogy most, mióta én is anyakönyvvezetőként tevékenykedek, hogy nagyon szívesen jönnek Sárospatakra, nem csak a sárospataki lakosok, hogy itt legyen úgymond a nagynap, és itt mondják ki a boldogító igent, hanem a környező településekről is nagyon szívesen választják a városunkat. Nagyon gondosan szeretik előkészíteni. Azt gondolom, hogy inkább a mennyasszonyok azok, akik minden apró részletre szeretnek odafigyelni. Szerintem a rituálé is változik, én ahogy néztem, hogy mi az, ami része legyen magának az eseménynek. Van, aki gyertyát gyújt, ugye a közös életnek a jelképeként, van, akik homokot öntenek, hogy az ő különböző tulajdonságaik majd úgy keverednek össze, mint a homokszemek, de találkoztam olyan esettel is, amikor mondjuk egy fotóból ők kis puzzle-ként rakják ki a kettőjük képét, hogy így illeszkednek össze és válnak aztán egyé. Mi azt tudjuk mondani Sárospatak vonatkozásában, hogy kifejezetten sok esküvünk van. Már most olyan előjegyzéseink is vannak, ami majd 2019-re vonatkozik. Tehát én azt gondolom, hogy talán valami újra elkezdődött. A szervezők igazi esküvői hangulatot is teremtettek, hiszen torta és pezsgő, valamint néhány népi vőfély köszöntő is színesítette a kiállítás megnyitót. A lisztet jobbról-balról összehordta. Egy féklegény mézzel tejjel összenyúlta. A tetejébe szép virágot szúrta, azt mondja, hogy ennek igaz neve torta. Nincsen ebben sem paprika, sem mustár, sem kömény. Aki ilyennel él, nem bántja azt a köszényt. Noszan ásztalulan szabdalja apróra, aztán egy darabka nekem is jó volna. Fogyasszák egészségünket! Papírország egy igazi mesefa, a nyakkendő zsiráf, egy betűket hullató felhő, de a kincskereső kisködben is megjelenik a Kazinczy Ferenc Múzeum Móra Mesebirodalma című tárlatán. Móra Ferenc legendás gondolatait, történeteit megidéző mesebirodalom Szegedről az író nevét viselő múzeumból érkezett Sátoraljaújhelybe, és közel fél évig látható majd a Zempléni városban. Leírja egy helyen, hogy lehet úgy is csinálni, hogy az ember föl se kell az íróasztaltól. Én most itt leülök ebbe a fotelba, és Móra ezt a következőképpen csinálta. Fogta, rugott egyet a babakocsin, és a madzaggal visszahúzta. Tehát ilyen spéci módszereket fejlesztett ki, hogy azért nagyapaként elfoglalt író, múzeumigazgató nagyapaként is azért tudjon foglalkozni az unokájával. Ezzel és ehhez hasonló kedves történetekkel mutatja be a Kazinczy Ferenc Múzeum időszaki kiállítása Móra Ferenc életét, munkásságát. A vándortárlat Szegedről a Móra Ferenc Múzeumból érkezett a Zempléni városba. A kiállítás keretét Móra apasága és nagyapasága adja. Az Alföldi Város Múzeumának munkatársai a kiállítás vonalát az író Panka lányához és unokájához, vademberhez kötődő viszonyán keresztül mutatja be. Ennek a kiállításnak az ötlete 2014-ben merült fel a Móra Ferenc Múzeumban. Múzeumunk rendelkezik Móra Ferenc állandó kiállítással, hiszen a névadónk is, illetve Szegeden Móra Ferenc neve mindenki számára ismert, és a városnak tulajdonképpen, ha nem is szülötte, de egy kicsit a város úgy kezeli, mintha Móra Ferenc Szegedé lenne. Arra gondoltunk, hogy talán most egy kicsit más oldalról mutatnám be Móra Ferencet, tehát nem egy klasszikus életrajzi kiállításon gondolkodtunk, hanem elsősorban a gyerekek oldaláról megközelítve, a gyerekek felé közelítve, talán inkább így fogalmaznék, mutatnánk be Móra Ferenc munkásságát, hiszen mindenki először gyerekkorában találkozik Móra Ferenc műveivel.
Mekkora kultusza van Szegeden Móra Ferencnek? A múzeumon túl mennyire érzik magukénak az emberek Szegeden az írót? Móra Ferencet nagyon szeretik Szegeden, nagyon sok intézmény viseli Móra Ferenc nevét, illetve hát nyilván a város egyik legnagyobb intézménye, a Móra Ferenc Múzeum viseli a nevét, ezért ő soha nincs elfelejtve Szegeden. Arról nem beszélve, hogy nagyon sok minden kötődik a nevéhez. Egyrészt a Móra Ferenc Múzeum gyűjteménye, hiszen ő régészként, néprajzosként is járta a vidéket, illetve mint újságírót is jól ismerték Szegeden. Hát amit pedig ugye országosan, az elsősorban a gyermekirodalmi alkotásai azok, amik alapján a szegediek is, és az országban máshol is ismerik. Gyermekekhez szeretnék közelebb hozni a munkásságát, hogy mindezt úgy teszik, hogy a gyermekének és az unokájának keresztül. Igen, a kiállítás alcíme Kalandozások Panka és a vadember útján. Itt mi egy kis játékot tettünk ebbe, egy kis időutazást tettünk ebbe a címbe eleve, hiszen Panka a vadember édesanyja volt gyakorlatilag, viszont Móra Ferenc szemében mindig mind a kettő a gyereket jelentette, és ezt egy picit mi összemostuk, és egy kislány és egy kisfiú az, aki árnyak formájában végigkísér bennünket ezen a kiállításon, és mutatják be együtt Móra Ferencnek nem csak a munkásságát, elsősorban nem a munkásságát, hanem inkább a személyiségét, milyen volt a családban, milyen volt nagyapaként, milyen volt múzeumigazgatóként, hanem a gyerekirodalmát a fehér falakon keresztül, a színes betűkkel eleveníti fel, és ez egyébként a kiállítás alapkoncepciója is, hogy hófehér falak, azok a könyvlapjai, a színes betűk pedig Móra alkotásai. Itt beszélnünk kell arról is, hogy azon túl, hogy a gyermekéről és az unokájáról beszélünk, amikor Pankát és a vadembert említjük. Milyen volt az ő kapcsolatuk? Nagyon, nagyon szoros, kedves kapcsolatuk volt, ők nagyon sokat játszottak együtt. Bár Móra Ferenc, kimondhatjuk, hogy munkamániás volt és éjjel-nappal dolgozott, de hát remek praktikákat dolgozott ki arra, hogy hogyan tud mégis minél többet együtt lenni, akár a lányával, akár az unokájával. Tehát például a vadembert ásatásokra kivitte, üveggolyókkal játszott vele, és ami még egy fontos része a kiállításnak, hogy a szappanbuborékok fújása a kiállításban számtalan installációban jelen van, nagyon gyakran a lányával szappanbuborékot fújtak vasárnap délutánonként, sőt volt Morának egy ilyen mondása is, hogy szeretnék én olyan szappanbuborékot fújni, amely örökre megmarad. Tehát sok szinten, sok módon kapcsolódhatunk a gyerekekhez való viszonyához, de azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb dolog, hogy az az ember, aki nem szereti a gyerekeket, az ilyen verseket nem tudna írni, ilyen gyerekverseket. Tehát olyan humorral fordul a gyerekek világa felé, annyira érti, annyira nem felejtette még el, hogy milyen gyereknek lenni. És ő maga is megfogalmazza ezt, hogy szívemben csak gyermekíró maradok én akkor is, amikor vezércikket írok. Tehát ez megint csak egy nagyon fontos gondolat a kiállításban. Már említettünk néhány művet is, ami megjelenik a kiállításban, de menjünk végig, és csináljunk egy picit kedvet a nézőknek, hogy ide a múzeumban is eljöjjenek megnézni a kiállítást, hogy mely művek is hogyan jelennek meg. Játékos formában dolgoztuk fel a gyerekek számára, hogy legyen kedvük olvasni például a Csókai Csóka című mesét, vagy verset, a Gaval és zsiráf című verset. Itt egy hatalmas zsiráf lóg be a térbe, és fel lehet öltöztetni nyakkendőbe, mert hiszen szegénynek nem volt nyakkendője, aztán muszáj volt, hogy elmenjen a boltba és vásároljon, hogy csinosan mehessen a bálba. Tehát a gyerekek ezeket a verseket úgy dolgozhatják fel, hogy közben tevékenykedhetnek, tehát megfoghatnak dolgokat, játszhatnak, vagy éppen a kincskereső kisködmön világába próbáljuk őket bevezetni, beleülhetnek az iskolapadokba, ahol krétával írhatnak, palatáblára, leülhetnek a kemencepatkára, kipróbálhatják, hogy milyen lehetett egy ilyen régi iskola, egy kis régi iskola belsőt próbáltunk megjeleníteni, de mindezt úgy, hogy a modern és a régi együtt legyen jelen a terekben.
le lehet itt üldögélni és olvasgatni Móra írásokat, minden fontosabb Móra könyvet elhoztunk, van egy fotel, ahova le lehet csendesedni, van egy szőnyeg, ahova a gyerekek le tudnak ülni, lapozgatni tudják Móra Ferenc írásait. A kiállítás nem hagyományos módon vitrinekben mutatja be Móra verseit, meséit, életművét, hanem újszerű, interaktív módon, több korosztály igényét kielégítve. Valóban olyan látványos megoldások, alkalmazások van benne, nagyon sok múzeumpedagógia, ami a látogatókat, gyerekeket, de talán nem csak gyerekeket, felnőtteket is aktivitásra késztet. Én azt hiszem, hogy ez egy olyan kiállítás, ami ennek a 21. században egy kiállításnak lennie kell. Nagyon örülünk annak, hogy itt van ez a tárlat, inspirál minket itt a múzeumban minden ilyesfajta kiállítás, és mi is tanulunk sokat abból, hogy hogyan lehet egy ilyen kiállítást is megépíteni. Egy hétig épült itt ez a tárlat, és mi is bekapcsolódtunk, igaz, inkább figyelemmel, kíváncsiskodva, de részt vettünk ennek az épülésének a folyamatába, és ez nagyon inspiráló dolog volt. A Petőfi Irodalmi Múzeumnak az egyik alapvető küldetése, hogy nem csak a felnőtteket várjuk látogatóként, hanem szeretnénk megszólítani a majdani olvasókat is, és a majdani múzeumlátogatóság is. Éppen ezért az irodalom szeretetének a megismertetése a gyerekekkel, az olvasni tudás, a jó olvasókészség, a jó íráskészség, és egyáltalán a betűk és az irodalom szeretet az egy alapvető feladat. Ugye Budapesten a Mesemúzeumban is ezt csináljuk, és ezzel a vándorkiállítással, ahogy itt körbenéznek majd a látogatók, pedagógusok, gyerekek, óvónők megtapasztalhatják, hogy nagyon gyerekközpontú módon ezekkel a színekkel, formákkal nagyon szépen szólítja meg ez a vándorkiállítás a gyerekeket. Tehát azt gondolom, hogy ez a gyerek, aki körbenézi ezen a kiállításon, kipróbálja azt a rengeteg interaktív játékot, amely itt található, felpróbálja a kincskereső kisködmönt, leül a kandaló párkányára, vagy a bubos kemencének a patkájára, kicsit beleolvas Móra Ferenc regényeibe és írásaiba, kedvet kap, és hogyha hazamennek, akkor azt reméljük, hogy majd az anyukákat, apukákat, nagymamákat arra fogják érni, hogy Móra Ferenc meséket olvassanak nekik. Móra Ferenc meséi hallható formában is megjelentek a kiállítás megnyitón, Jászter Beáta és Szabányi Attila előadásának köszönhetően. Oszkár címmel két felvonásos vígjátékot láthatott a színház szerető közönség Sárospatakon. Ezzel együtt egy igazán különleges társulat színesítette a Művelődés Háza színpadán fellépő társulatok sorát. A Hadart Színház ugyanis nem csak a minőségi kultúra közvetítését tekinti feladatának, hanem jelentős szerepet vállal abban, hogy a siket és nagyot halló gyerekeket és felnőtteket egyaránt színházi élményhez juttassa. A vígjáték szinte valamennyi korosztályhoz közel álló műfaj, a színházi előadások kapcsán is. Többek között ennek volt köszönhető, hogy diákokkal és idősebbekkel ezúttal is megtelt a Sárospataki Művelődésháza színház terme. Ezúttal az Oszkár című két felvonásos előadást tekinthették meg a Hadart Színház előadásában. És ahogy lenni szokott, félreértések, hazugságok, pénz és szerelem nagy bonyodalmakat tud okozni, ez esetben is vicces szituációkat szülve. Ez az Oscar vígjáték, ez a francia vígjáték, ez nagyon-nagyon régen még Louis de Funé szereplésével volt filmen, én annak idején láttam is, imádnivaló volt benne, és az egész film, aztán csináltak egy modernebb változatot belőle, de mi ezt a Funés tempót tartjuk inkább. Adva van egy házaspár, a Bárnyi házaspár, akik szappangyárosok, és van neki egy lányuk, aki egy kicsit már tele van a szülői fegyelmezéssel, és férjhez akar menni mindenáron, illetve van egy szerelme, az Oscar. De Oscar eltűnt, és van egy ilyen kis bibi is a dologban, hogy azt mondja, hogy gyermeket vár Oscartól, és akkor persze ezt azonnal nyílbe kell ütni, ezt a házasságot minél gyorsabban, de eltűnt Oscar,
már pedig a gyereknek papa kell, és elkezdődik a papa szerzés. Én játszom a mamát, aki tulajdonképpen még egy taxisofőrben is a lehetőséget látja, hogy esetleg mégiscsak jó lesz az ő kislányának férjül, meg sofőr is, ugye ez mind a kettő csodálatosan stimmel, és elkezdődik egy hatalmas hajsza, de közben mindenféle bőröndök is játszanak, mert van egy másik vonal, amikor az egyik alkalmazott feleségül kéri a lányunkat tulajdonképpen, de ott van egy hatalmas félreértés, mert ez egy vadidegen kislány, aki hát valami nagyzási hóbortból, vagy egyszerűen csak azért, mert zavarban volt, és szégyelte, hogy ő csak egy kis titkárnő és szegény, és azt mondta, hogy ő a Barnier lánya. Ő pedig, a fiú meg véletlenül pont a Barniernél dolgozik, és akkor itt megint elkezdődik egy hatalmas csavar, hogy kikinek a kie, melyik lányt kéri, hogy elkezdődik mindenféle zsarolás, azért, hogy főleg azért ugye, ha a mi családunk azért, hogy papát találjon ő meg, hogy megtalálja az ő szerelmét. És közben bőröndök jönnek, mennek, és kicserélődnek, és a pénz mindig eltűnik, és csak melltartók vannak, mert van egy szobalány is, aki elköltözik, de ő is elcseréli a bőröndöt. Nem tudom elmondani, valóban látni kell, hogy ezek a bőröndök hogy mint mennek, és még a végén előkerül egy régi szobalány, aki még a fiatalkori Bernárnak volt annó egy kicsit a szeretője, és az a lány, aki végig keveredett, kavarodott, hogy ki az, kiderül, hogy valóban a férjem. Hát lánya bal kézről, hogy így mondjam, úgyhogy tökéletes lesz a harmónia és a boldogság, és mindenki megkapja, amit érdemel. Zsebe, beszéltek el veled. A lányod a szeretője. Nekem is. A színpadon Háda János színész rendezőt is láthatta a közönség ezen az esten. Az ő vezetésével alakult meg 2011-ben a Hadart Színház, ami a színházak között is különlegesnek számít. A színháznak van egyfajta küldetése, hogy szórakoztasson és kultúrát terjesszen, azon kívül pedig mi megpróbálunk a színház eszközeivel némi társadalmi szerepvállalást is vállalni, úgy, hogy nagyon sok előadásunk megy jeltolmáccsal, hogy a siketeket és nagyot hallókat is bevonjuk a színházi életbe, és ennek még az az érdekessége, hogy mi úgy szoktuk ezt csinálni, hogy belerendezem általában a jeltolmácsot az előadásba, mint egy szereplőt. A legtipikusabb előadásunk például a Süsű a sárkány kalandjai, mert mint tudjuk, Süsű is egy hátrányos helyzetű sárkány, mert csak egy feje van, míg a többieknek sok feje van, ezért ő kitaszított lett, és keresi azt, ahol őt befogadják. Ugyanígy vannak a siketek és nagyot hallók, vagy a kerekesszékesek is, hogy tulajdonképpen néhol kitaszítja őket a társadalom, és keresik azokat a helyeket, ahol ők az épekkel együtt ugyanolyan minőségben vehetnek részt, és itt nálunk ugyanolyan minőségben vehetnek részt a színházi előadáson, és mint az épek. Érdekesség, hogy a siketek például úgy külön nem járnak színházba, hogy csak ők. Ők csak úgy szeretnek, hogyha őket úgy kezelik, mint hogyha nekik ugyanolyan értékük, hogy tudják, hogy olyan értékesek, mint az épek. És volt már arra példa, hogy például mi segítettünk beteg gyerekeket, például felajánlottuk egy előadásnak a bevételét, a Süsűnek egyik bevételét, hogy tiszta szobát lehessen neki biztosítani. Tehát próbálunk valahogy részt venni, próbálunk a saját magunk eszközeivel segíteni azokon, akik rászorulnak. Ezzel megpróbáljuk népszerűsíteni a színházat az ő körükben is, és szeretnénk, hogyha mindenhová eljutna a színház, a 3H-s településekre is például. Az Apácák című előadásunk is jeltolmácsos, a vígjátékunk, az Őrületek tornya, az is jeltolmácsos. Éppen most ezt nem, mert most nem jelezték, hogy esetleg lennének siketek, de ha jelezték volna, akkor ide is hoztunk volna természetesen. Miért ez a társadalmi szerepvállalás? Miért vállalja ezt föl egy színház? Személyes indítatás van mögötte, vagy csak valóban társadalmi felelősségérzet? Én azt hiszem, hogy mindannyian érzékenyek vagyunk. Érzékenyek vagyunk, ezért is vagyunk színészek, mert a színészethez, a színházhoz kell egyfajta érzékenység. Ha csak afelé lennénk érzékenyek, hogy mi fölmegyünk egy színpadra és játszunk, azt én úgy érzem, hogy kevés. Mi érzékenyek vagyunk a társadalomra, érzékenyek vagyunk az embertársainkra, érzékenyek vagyunk a gyerekekre. Például tavaly
Tolcsvára egy teherautónyi adományt hoztunk, amit összegyűjtöttünk, ahol meghirdettük, hozták az adományokat, játékokat, ruhákat, élelmiszert, gyümölcsöt, és úgy éreztük, hogy ezt nekünk kötelességünk, hogy lehozzuk a tolcsvai gyerekeknek az óvodába, mert valamitől az egész társulatnak van egy ilyen érzékenysége erre. És amikor azt látjuk a gyerekeken, hogy életükben először látnak színházat élőben, és hogyan csodálkoznak rá, és hogyan nyílik ki a kis elméjük, a kis szívük, hogyan marad meg bennük az a kis tisztaság, ami még a gyerekekben megvan, akkor érzi igazán az ember, hogy megéri csinálni, megéri valamit tenni. Mi nem úgy teszünk, hogy politizálunk a színpadon, nem úgy próbálunk hatni a társadalomra, mi a színház szépségét, az emberi értékek megőrzését próbáljuk közvetíteni a színpadról, akár vígjátékkal, akár zenés játékkal, akár egy gyerekdarabbal, de úgy érzem, hogy mindennek lehet valamiféle mondani valója. Még az is mondani való, hogyha azt arra 3 órára csak kikapcsoljuk azokat az embereket, akik napközben problémákkal teli járják az utakat, vagy vesznek részt a munkában, vagy érnek haza este, és gondolkodnak a csekjeiken, vagy bármi ilyesmén, akkor eljönnek, és mi legalább akkor annyit megteszünk, hogy 3 órán át elfelejtetjük velük, és szórakoztatunk, mint ahogy ma este is megpróbáljuk az embereket nagyon nagy vidámságra sarkalni. Azt elhiszem, hogy ezek a gyerekek nagyon szívesen, vagy ezek az emberek, akik hátrányos helyzetből indulnak, nagyon szívesen fogadják önöket. Mi a tapasztalatuk? A többségi társadalom, aki nem rendelkezik ilyen problémával, ők hogy fogadják azt, hogy egy teljesen másfajta műfajt mutatnak önök, vagy nem is műfajt, egy másfajta lehetőséget mutatnak színházban? Nem mutatunk teljesen másfajta műfajt, mert azok az emberek, akik csak úgy ülnek a nézőtéren, maximum azt veszik észre, hogy valaki ott van és jeltolmács a színpadon, de éppen ez a cél, hogy őket is érzékenyítsük. Nem csak a gyerekeket, a felnőtteket is érzékenyítsük arra, hogy vegyék észre, hogy mellettük az életben vannak olyanok, akik esetleg valamilyen fogyatékkal élnek, de ettől függetlenül ők pontosan ugyanolyan értékes emberek, mint ők, és nem tehetnek arról, hogy kerekesszékbe kényszerültek, vagy éppen siketek. Éppen ezért, ha ők is elgondolkodnak ezen, és a gyerekek is, akik épp gyerekek visszamennek az iskolába, és megkérdezik a tanítónőt, hogy miért mutogatott az a néni, akkor már el lehet kezdeni egy beszélgetést velük, és lehet őket is érzékenyíteni erre, hogy ők is próbálják meg elfogadni a társaikat. Oszkár. Kedves nézőink, már ennyi volt a Mecénás című kulturális magazinunk. Egy hét múlva ismételten számítok a figyelmükre. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!